Függetlenül az asszálytól és az input anyagok jelentős árváltozásától a Nóé-hegyi Szent Istánbor lovagrend borászai sikeres esztendőt zártak. Az év első eseményén a borrendi tagok találkozóján a tapasztalatok megvitatása mellett sor került az ászlós bor és a kísérő borok megválasztására is. Ez az év első eseménye, amit összekapcsoljuk a Vince napi beszővágással, ekkor választjuk meg a jelen évnek az ászlós borát. Ugye ellentétben a mártonnapi bormustrával, ahol csak új borok lehetnek, itt bármilyen évjáratú borral versenyezhetnek a borászok, és ez így is történt. Az idén 7 termelő próbált erre a neves tívre nevezni, mindegy 23 tétellel. Az ászlós borrangja a borrend megalapítása óta töretlen, hiszen a szakmai grémium döntése nyomán viselheti Székesfehérvár a királyi városbora címet is, és nem különben fontos a kísérő borok státusza sem. Azért tudni kell, hogy az ászlós boroknál nagyon fontos a minőség, és emellett más kritériumok is vannak. Legalább 300 palackkal rendelkeznie kell az ászlós bornak, hiszen ez fogja képviselni a év összes rendezvényét, vendégségeit és így tovább. A legjobb kísérő bor az idén, ráadásul a Szent István Király Múzeumnak a jubileumi, 150 éves jubileumi bora lesz. Hogy melyik borász büszkékedhet ebben az esztendőben az ászlós bor címmel, és mely nemes nedűk lesznek a kísérőborok, azt a Nóé-hegyiek hagyományos februári borválján hozza nyilvánosságra a borrend nagy tanácsa.